Na sziasztok, kedves nézők! Hát az elkúrásról is kell egy videót csinálni. Pont most beszéltem az előbbi videóban, remélem, hogy az lesz majd sorrendben elsőnek fölrakva, hogy mi van akkor, hogyha nem jó hozzá a szűrő. És ugye ez is egy új szűrő volt. Vannak ilyen eltérések, hogy olyanokkal játszanak a gyártók, hogy a keresztmetszet, és tehát az átmérő és a magasságba az egyik ilyen laposabb, a másik magasabb, vagy éppen ebből a vastagabbból is magasabb, vagy fele akkora, hogy hívják, van magasság. Ugye ezt azért csinálják, mert vannak kisebb-nagyobb motorok, van mondjuk ez az 1.5 DCI, 2000-es dízel, van mondjuk 2.5-ös, és akkor azokhoz esetleg a magasabb is jó, de hát ezek olyanok, hogy a számítógép az írogatja mindegyiket mindegyikhez. Ezt is a számítógép írta, vettem is belőle 5 darabot, ez most jó lesz, mert másra használhatom el. Megnézem, hogy pontosan mihez használható még, és akkor azoknak megnézem ezt a keresztmetszetét, mert hát csak ennyi a különbség, hogy ebbe, hogyha beletesszük a tolómérőt, itt már lerögzítettem, ez ilyen passzentos, ebbe pedig lötyög. Tehát egy másfél-két milliméter ott talán látszódik, egy másfél-két millimétert lötyög benne. Na most a másikba, abba ugyanígy lötyög, mert ez ugyanúgy jó. És itt van például egy ilyen, nem tudom, ráfókuszál-e, ott van. Itt látjátok, M20-as menet van benne, tehát metrikus 20-as menet. Ezen pedig nincsen méret, ezen is rajta van itt fölül, hogy metrikus 20-as. Ez még az előző tartalékból van, meg ez is. Egyszer az ki lett cserélve, és én azt hittem, hogy elfogyott, de hál' Istennek Mónikának volt még annyi lélekjelenlét, hogy nézzük meg még a elraktározott helyeken, hát ha van még egy tartalék. És mivel itt jön az, hogy édesanyámnak is ugyanolyan tália lett véve, ugyanolyan motor, ugyanaz minden, így abból maradt egy. És ugye ezt azért beszéltem őt annak idején rá, sajnos szegényt Isten nyugosztalja, hogy ha bármilyen dolog föladódik, akkor ne az legyen, hogy nincsen, hanem mindig egy vagy kettő legyen tartalékba, és ha kell neki, szüksége van, akár este is ki lehet cserélni így az olajat, és lehet tovább menni. Sajnos ő már nincsen közöttünk, de ez az ötlet ezáltal bejött, és még jó, hogy ez megmaradt, mert ugye ezek meg nem jók, ebből meg van 5 darab. Úgyhogy ez egy ilyen játék. Na, látjátok, le van tisztítva teljesen a szűrőrész. Ez azért problémás, mert itt visszafolyik az olaj, és lefolytod a tálcába, vagyis hát először mellé, úgyhogy azt még most törölgethetem fel a fekvő szőnyegről. Kicsit meg lesz kenve új olajjal ez a gumi, hogy ne szoruljon így rá, és akkor megy vissza a helyére. Na szóval, ezt is tudjátok, ha vesztek szűrőt, hogy ezt nézzétek meg, hogy metrikus 20-as legyen a menetje a Renault Thalia 1.5 DCI-nek, mert nagyon nagyot rá lehet bukni erre, hogyha ha, pedig egyébként ez is egy jó márka. Márka neveket nem akarok nagyon mutogatni, de ez is egy jó szűrő volt. Írta is hozzá a gép, azért lett megvásárolva, aztán mégse jó. Mert az olyan 18 mm-es lehet körülbelül a luk méret, a másik meg 20-as. Na hát, ez ennyi lett volna. Alul már betekertem a leeresztőcsavart, hogy ebbe a nagy kapkodásba ezzel már ne legyen baj. Itt láthatjátok a szerszámokat, rongyal körbe törölgettem, amit kellett. És most akkor ezt egy kicsit megolajozom, rakom vissza a helyére, és akkor indítom az autót. Na, közben gyorsan el kell pakolni a szerszámokat, mert már összetekertem a szőnyeget. Ami még fontos arra, az ezt még le kellett volna mosnom, de azt majd külön leszedem, és majd világosba eltakarítom, hogy ebbe olyan körülbelül 4 liter olaj megy bele. Én úgy szoktam csinálni, hogy amiben mondjuk ilyen 4-4,5 liter olaj megy, a szűrőtől, meg egyéb más dolgoktól, olajteknő, hogy milyen mély van, mert van több típusú autó, aminek van mélyebb, meg kevésbé mélyebb olajteknő, és itt ilyen fél liter, meg 8 deci eltérések is lehetnek. Hogyha mondjuk 4-4 és fél litert írnak hozzá, akkor én 3-3 és fél liter környékén megállok. Most, mivel beleöntöttem olyat is, ami már nyitott volt,
és hogy ne az új kannát kelljen itt szenvedni és mellé önteni, meg tölcsérezni, ezért a másik kannába átöntöttem a felét. Tehát olyan 1 liter ment bele, annyi volt az első kannába, és akkor olyan 2,5 liter, 2,8-at átöltöttem még ebbe a másikba, azt bele is öntöttem, és akkor innentől kezdve már a minimum fölött volt, tehát a minimum és a maximum között volt félúton. Ugye ez majd a beindításnál változni fog, mert akkor megtölti a olajszűrőt, és ugye úgy fogom elérni, hogy a minimum fölött legyen egy, tehát itt van 2 centi, a minimum és maximum között, akkor 1-1 centi legyen benne pluszba, mert az akkor még, amikor az összecsorog, akkor se lesz teljesen csurig. Persze ez nagyobb motoroknál változik, ezt hallgattam, hogy ki kezdett el most estére fát vágni, de valaki neki lendült. Na tehát pont a videó végére nem lehet majd érteni semmit. És akkor innentől kezdve leállok egyenesre, mert az is fontos, hogy nem egy ilyen fölálló dolgon kell, ahol dől hátrafel a motor, és ugye elő van itt a nívópálca. Ha előre van bukva a motor valami miatt, mert domboldalba csinálod ugyanezt, akkor meg megint másik irányba fog csalni. Úgyhogy le kell állni egyenesre, járatni a motort egy kicsit, leállítani, felönteni olajjal annyira, hogy jó legyen, várni egy pár percet, megint nívópálcán megnézni, és ennek utána működnie kell. Hát ráfért most már erre az autóra az olajcsere, mert eléggé kormos volt az olaj. Nagyon elhasználódott, szerintem olyan 15-16 ezer kilométer volt benne így, pedig 10 ezernyi akartam benne cserélni, és hát ezért is látszódik az, hogy nem szabad ilyen sokáig hagyni, mert ilyenkor meglátszódik az olajcserének a különbsége, mert tiszta korom volt az egész. És most gondoljátok el ezek, hogyha elmennek 30 ezer kilométreket, mint amiket eleinte írtak a Peugeot-nak, Renault-nak, ennek, annak, meg 25 ezeret, meg mit tudom, ilyen nagy számokat, hát ezért döglenek be a motorok. Na hát még annyit megmutatok, hogy beindítom, hogy jár, és akkor utána újra töltöm, legurulok, és akkor elbúcsúzom. Na, hát leellenőriztem a nívópálcát, mondom, mindig a nívópálca legyen a mérvadó, és annak a... Igazából úgy kéne nézni a olajszintet, és ez nem okoskodás, csak régebben legalábbis ezt tanították, hogy amikor áll a motor egyenes placon, nincs beindítva, mindenhonnan vissza van csorogva, fél óra, óra alatt lecsorog az összes létező helyről, visszafolyik a olajteknőbe az olaj, és akkor olyankor kell megnézni. Ez most úgy van, hogy közel a maximumig van, tehát ez most egy kicsit több is lett beleöntve, mint amennyi kell. Ezzel azért vigyázzatok, mert ha túltöltitek, akkor meg szétnyomja a tömítéseket, és az se egy jó dolog. Ki lett cserélve ez a csak itt közben elakadt a szavam, mert benézegettem, majd ez lett volna már a következő történet, mert még valahol itt hátul szerintem megint szétnyílt az a turbócső, úgyhogy azt majd meg kell javítanom. Remélem holnap még jó idő lesz, és akkor ennek is neki tudok esni, és nem fog kelleni az autó másra, mondjuk még holnap lesz egy fuvar Szentendrére, de hát majd meglátjuk, mert itt azért eléggé köpi be az olajat hátrafele, aminek nem nagyon örülök. De lehet, hogy még megnézem világosba. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy úgy kell megnézni, hogy egyenesen álljon az autó, egyenes placon, nem föl vagy lefele lejtőn, és visszafolyt olajjal, hideg motornál. Megnézitek reggel indulás előtt, és akkor úgy ad egy normális képet, hogy mennyi olaj van benne. És azért tudom, már sok új autóban nincs is nagyon nívópálca, mert minden az elektronika, de én azért úgy vagyok ezzel, hogy a nívópálca azért sok mindent elárul, és ez nem azért van beletéve az autóba, hogy egy kacattal több legyen benne, hanem ezt, aki használja, azért nézegessétek is, mert nagyon sok embertől hallom, hát én meg se szoktam nézni a nívópálcát. Ez elég probléma, mert ha nem ismered a típust, például a Ducatónál tudtam azt, hogyha élesebb kanyarba hirtelen rárántod a kormányt, mondjuk egy ilyen 70-80-nál, akkor ha bevillan a lámpa, akkor még mindig a minimum fölött van egy picivel a
szint ilyen reggeli indításnál, de hát ezek azért problémásak, mert amikor a minimum alá esik az olajszint, mondjuk a Ducato nem ette az olajat, csak olyan volt, hogy esetleg kevesebbet tettünk bele, tehát nem volt mondjuk pont félig a minimum és maximum közé feltöltve, és az a minimális, amit elfogyasztott, tehát úgy nem ette az olajat, hogy mert olyan autó nincs, ami nem eszi az olajat, hanem úgy nem ette az olajat, hogy két olajcsere között nem kellett utána öntögetni olajat, tehát maradjunk ennyibe. De viszont bizonyos terheléseknél, bizonyos fokú dőlésszögnél, mondjuk meredek emelkedőnél, vagy ilyen domboldalba való fölkaptatásnál sok helyen van, hogy kocsi beálló, meg ilyen hegyoldalba megfordulásnál ez az amaz, és nagyon minimális benne az olaj. Még sokszor van, hogy ki se jelez a olaj visszajelző, és már nem kap mindenhol megfelelő kenést. Ezáltal kinyírjátok a motort, úgyhogy nézegessétek a nívópálcát, és tanuljátok meg, hogy a te típusodnál mi a normális, és hogyha kezd fogyni belőle az olaj, akkor öntsetek utána, legyen nálatok olaj, ne akkor kezdetek még vakarozni, hát még 5 km a benzinkút még elgurulgatok odáig, pedig már világít az olaj visszajelző, hanem azonnal félreállni, megnézni, ha minimum alatt van, várni egy kicsit, főleg hogyha meleg a motor, főleg nyáron, télen meg azért, mert a hideg olajat nem a legegészségesebb beleönteni. Hogyha mondjuk a csomagtartóban egy ilyen mínusz 10 fok van, akkor a forró motorba beledurrantani a hideget, az nem biztos, hogy minden alkatrésznek jót tesz, hanem várjatok egy kicsit, hagy hűljön vissza a motor. Ha kinyitjátok ilyenkor a géptetőt, akkor egy 5-6 perc alatt, vagy 10 perc alatt mondjuk egy nagyobb hidegben azért elég rendesen vissza tud hűlni. Látjátok a vízhőfokon, hogy mennyi ennek a mértéke, tehát egy ilyen 80-90 fokos motorba kinti mínusz 10 foknál ne öntsetek bele jéghideg olajat, ami már majdnem, hogy mint a méz úgy folyik csak, mert meg van dermedve. Tudom, hogy a hígolajak nem dermednek ennyire meg, de nem tesz jót a motornak ez a hirtelen belelőtt kintett hideg olaj. Főleg, hogyha mondjuk egy másfél litert is belelöksz. Mert gondoljátok el, itt fölül, ahol belefolyik a motortérbe, ott egy csomó alumínium, meg tömítés, meg mindenféle frinc-franc van. Pillanatok alatt tovább viszi a hőt, és egyik pillanatra a másikra megroppalhat, deformálódhat, elrepedhet, elpattanhat. Főleg idősebb szerkezeteknél, ugye most már nincsenek olyan jó alulöntvények beletéve autókba, mert arról szól a történet, minél hamarabb menjen szét. Egy ilyennel pillanatok alatt ki tudjátok nyírni az autót, mert mondjuk egy régi zsigulinak pont nem számított szinte semmit, tehát ilyen 5-10% hiba lehetőséget okozott. Egy modern autónál ez mondjuk fölmehet 80-90%-os hiba határa, tehát az azt jelenti, hogy 10 ilyen variálásból mondjuk 9-szer elcseszed a kocsit. Egy zsigulinál ebben mondjuk 10-ből 1 volt az esély, vagy 0,5, úgyhogy azért teljesen mások voltak az arányok. Ezekre figyeljetek oda. Aztán, akinek van még jó ötlete, az írja meg kommentbe. Nem az okoskodásról van szó, meg hogy ki tud többet, ki tud okosabbat, hanem az, hogy olyan alapvető dolgokat próbálok elmondani, ami esetleg jót tesz az autónak. És mivel nem új autókról beszélünk, nem egy szakszerviz által szervizelt járgányokról beszélgetünk, ezért vannak ennek ilyen dolgai, hogy ezekre oda kell figyelni. És hát minden hiba lehetőség akkor kerül a legkevesebbe, hogyha időben észreveszitek, ez olyan, mint az embernél a betegség, hogy már nem akkor kell tevékenykedni, amikor fölborulsz, hanem amikor már elkezded az első jeleket észlelni. Az autónál is így van, hogy már amikor lefullad a motor és bedöglik, nem akkor kell észrevenni, hoppá, ez vagy az vagy amaz nem stimmelt rajta, ja nincs is benne olaj, ja nincsen benne hűtővíz, nem tettem rá a sapkát, és már fújta a gőzt 80 kilométeren, de én azért még odaléptem a gáznak, mert oda kell érni. Tehát ezek mind megölik a motort, és utána nagyon-nagyon zsebbe kell nyúlni, és a mai világban nem nagyon szeretik ezeket az öreg szarokat szerelgetni, ennek meg az lesz az eredménye, hogy vehettek egy másik autót, amivel utána kezdődik a vezérlést, meg mindent ki kell rajta cserélgetni, és akkor megint több 100 000 forintokba vagy, és egy-egy ilyen hülyeséggel újra elcseszheted azt a
15-16 éves autót is, amit vettél a 18 helyett, és jönnek vele újra a problémák. Na hát ennyi lett volna, közben ránk is sötétedett, már csak a fejlámpa világít, ha elveszem, akkor korom sötét van, úgyhogy még azt megnézem ott hátul, hogy hol engedi az olajat, de az már egy külön történet lesz holnap, ha világos lesz. Na, sziasztok!